Sok szeretettel köszöntök mindenkit a CodeWeek-re való készülés harmadik alkalmán, harmadik webináriumán. Elsőként szeretnék néhány dolgot összefoglalásként emlékeztetőül mondani, hiszen néhány nap múlva, október 15-én szombaton indul a programozás hete. Az egyik dolog az, hogy aki részt vesz ebben, annak készítettünk egy badge-et, egy kitűzőt, ez látszik itt a bal felső sarokban, az van ráírva, hogy mi is részt veszünk az EU Code Week-en, úgyhogy ezt mindenki nyugodtan használja, és tegye ki a honlapjára, blogjára, ahova szeretné. Ezt a képet a Facebookon, a Digitális Témahét Tanári Fórumban tettük közzé, ott lehet megtalálni, de majd még kitesszük több helyre, hogy többen is elérjék. Úgyhogy ezt nyugodtan lehet használni. Ugye az EU Code Week elnevezés az tulajdonképpen egy picikét megtévesztő, mivel hogy már ott tartunk, hogy a világ számos országában van ilyen Code Week, tehát például Afrikában is van, most már nem régen lett Bagdadban egy Code Week nagykövet, Kínában és Egyesült Államokban is van már ez a mozgalom. A másik fontos dolog az a jobboldali részén van ennek a diának, az pedig az, hogy hogyan lehet megtalálni a felajánlott programokat. Tehát ugye dolgozunk azon, hogy minél több cég ajánljon programokat úgy, ahogy a digitális témahét alkalmával. Ezeket fölteszik a nemzetközi honlapra. Ennek egy részletét másoltam itt ki. A lényeg az, hogy fönt az events menüpont alatt van egy Search Events, és ez a nagyító a sárga alapon egy fehér nagyító, ott látszik jobb oldalt fönt. Arra rákattintunk, akkor ki fogja másolni azokat, vagy ki fogja gyűjteni azokat, amelyek az adott országra jellemzőek, érzékeli, hogy Magyarországon vagyunk, úgyhogy a magyarokat fogja kijelölni és kigyűjteni. Ha túl sok jelenik meg, ha 110-valahánynál, most 119-nél tartunk körülbelül, ha ennél többet jelenít meg, akkor véletlenül látva, állítva bal oldalon, a Hungary felirat alatt, az Include Past Events felirat alatt a Yes van a No helyett, és akkor a tavalyiakat is kiírja, úgyhogy ez ne tévessze meg senkit. Tehát itt érdemes böngészni, ide felteszik az iskolák is a saját programjaikat, és a cégek is, azt, amit kínálnak. Tehát nagyon fontos, ha szerveztek programot, akkor kerültök föl a térképre, akkor látszik Magyarországon a Code Week, hogyha beregisztráljátok ide, ugye az Add Event a plusz jelnél van, ezzel kell regisztrálni. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy bár a felület angolul van, de ezt magyarul kell kitölteni, hiszen nekünk szól. Jó, ahogy föltöltöttétek a regisztrált eseményt, akár csak egy tanórát, akkor én kapok róla egy e-mailt, illetve Horváth Ádám a másik nagykövet, és akkor valamelyikünk jóvá is hagyja gyorsan, és fölkerültök a térképre. Aztán ezen kívül van még két olyan lehetőség, ami az iskolák számára elismerést jelent. Az egyik a pályázat, ott, ahol az a kisfiú van, és örül valaminek. Ott pályázni lehet, idén három kategória van, ahogy tavaly is, és 150 ezer forint értékben lehet majd eszközt nyerni egy-egy iskolának, és a 150 ezer forintban majd a nyertes állítja össze, hogy mit szeretne. Úgy van kitalálva, hogy egy Lego robot készlet például mindenképpen beleférjen ebbe a nyereménybe. Tehát ott megtaláljátok a magyar oldalon, az evs.hu/CodeWeek oldalon
a pályázati űrlapot és a pályázás módját. Ugyancsak iskoláknak szól ez az alul, középen alul, Code Week for All Challenge. Ez azt jelenti, hogy ha egy iskola, és hát most már nem egy van, akiről tudunk, meg tudja mozgatni a diákjainak a felét, az itt regisztrálhat ezen az oldalon, és akkor, ha ez sikerül, és hát tavaly is sikerült többeknek, akkor kaphattok egy ilyen az Európai Bizottság által kiállított igazolást, tanúsítványt. Itt van egy kérdés, hogy ha a kódolás hete után tudják csak megszervezni az eseményt, lehet-e regisztrálni? Hát persze, hogy lehet nyugodtan. Előtte is, utána is nyugodtan lehet. Már ezen a héten is vannak események, és mennek iskolákba előadók már ezen a héten is. Még két dolog, amit mutatni vagy mondani szeretnék, az a bal oldalon alul van a Thunderclap kampány. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy ha van egy nemes cél, jelen esetben a Code Week, akkor megmutathatod, hogy támogatod ezt úgy, hogy a Facebook, a Twitter vagy a Tumblr azonosítóddal lépsz be. Ezáltal az ismerőseid egyszer, csak egyszer, október 15-én fognak látni egy posztot, mondjuk a Facebookon, hogy te támogattad ezt, és ezáltal ott látszik is, hogy jelenleg 171-en támogatják, ezáltal ez az üzenet 332.396 emberhez jut el. Én szerintem el kéne, hogy érjük ezt a 250-et, akár csak Magyarországról, nem, hogy Európából, de valahogy lassan mozog a történet, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy szálljon rá egy percet erre a kattintásra. És végül egy új dolog, amit még a fórumban nem is tettem ki, de két másik csoportban igen, ez a kincskereső. A kincskereső játék egy olasz fejlesztésű játék, és ígéretünk van arra, hogy az olasz koordinátorai a Code Week-nek átadják nekünk is, hogy mi is készíthessünk vele városi játékot. Ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen kódokat, QR kódokat kell megkeresni GPS koordináta alapján, és akkor egy városban, és akkor ott különböző programozással kapcsolatos aranyos feladatok vannak, gyorsan meg lehet oldani, tulajdonképpen logika és gondolkodás, és akkor mobiltelefonnal vagy tablettel lehet játszani. Na most ahhoz, hogy ez a játék játszható legyen, ahhoz telepíteni kell a városokban, településeken ilyen kódokat, úgyhogy ehhez várok önkénteseket. Miskolcról és Jászfényszarúról már jelentkeztek, a többi város település, amit most nem sorolnék fel, azokról még nem jelentkezett. Ha valakinek van ideje, kedve ezzel foglalkozni, pénteken vagy szombaton, hogy még a Code Week legelején legyen meg, az kérem, hogy legyen szíves jelentkezzen legkönnyebben az eucodeweek@ivs.hu-n lehet jelentkezni. Egy e-mail nekem, ezt én kapom, és oda kell írni, hogy milyen településről van szó, tehát ki hol vállalja, hogy megcsinálja ezt. A technikai részleteket még nem tudjuk, holnapra ígérték erről a bővebb információt olasz barátaink. Akit ez érdekel, annak el tudok küldeni egy videót, hogy lássa, hogy néz ez ki. Ez fönn van a YouTube-on. Egy Telegram nevű üzenetküldő applikáció kell a telefonra, és egy QR kód olvasó, más nem kell, vagy a tabletre természetesen. Úgyhogy akkor én tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani, ha valakinek a Code Week szervezésével kapcsolatban van kérdése, legyen kedves
jelezze, vagy írjon a chatbe kérdést, vagy pedig hát megtalálhatók vagyunk ugye a Facebookon, illetve az eukodv@evs.hu címen. Itt van egy, vagy lesz egy kérdés. Majd még nem lesz kérdés, nem tudom. Mónika kérdését még megvárom. Igen, Mónika is szívesen részt venne a telepítésben. A videó linket ide tehetem-e? Hát természetesen igen. Kis türelmet, mert akkor a Facebookról átveszem. Egy ilyen nagyon aranyos, egyszerű kis kincskeresésről van szó, és itt van a linkje. Rendben, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor most átadnám én a szót Juditnak, és Judit előadása után pedig át fogom adni a szót Évának. Köszönöm szépen! Sziasztok! Rósa Judit vagyok, hallottok engem? Remélem, hogy igen. Szuper! És a bemutatómat is látjátok. Azzal szeretnék indítani. Mi Budapesten vagyunk, egy teremkerület szélén, Kertesházban egy iskola, 8 általános, tulajdonképpen néhány osztállyal megállva, viszonylag kicsi. Tavaly is úgy indultunk neki, hogy Intro Magyarannal, és sikerült is nyerni. A legaktívabb iskola volt, mint a harmadik, és néhány gyakorlati tanácsot szeretnék nektek adni, hogy hogyan készülünk a szóképre. Hát először is vannak olyan órák, amikor az informatika terem nincs kihasználva, olyankor keresünk lehetőséget, hogy hogyan lehetne képtelenhez juttatni olyan embereket, akik szívesen bejönnének más órákat tartani. Szerzünk robotokat, most is vannak ilyen lehetőségek, biztosan láthatok a fórumokon, és kölcsön is szoktunk kérni olyanoktól, akik tudják nélkülözni, vagy behozzák otthonról esetleg gyereket. Megnézzük azt, hogy a rendelkezésünkre mennyi mobiltelefon áll, mennyi mobiltelefon van, illetve van-e olyan wifi, amit tudunk használni az iskolában, vagy mennyi az az okos telefon, ami van-e. Aztán még évelején úgy indulunk neki, mivel tudjuk, hogy mikor lesz már ez a pótlét, hogy lesznek olyan rendezvények az iskolában, amiket tudunk idekötni. Például kiállítás. Most nálunk szerencsére lesz olyan kiállítás, ami az október 23-ához kapcsolható. Ezt is bevonjuk akkor most már a pótlétre. Illetve milyen jeles napok lesznek, valamint a kirándulásokat is úgy szervezzük, hogy kapcsolódhassunk azzal is a pótlétre. Nem tudom, hogy elég hangos vagy halk, mert a nagyon halk is egy kicsit halkan, tehát most elég hangos. Próbáltam egy picit. Jó. És megnézzük még azt is, hogy az iskola vonzás körzetében mik azok a klubok, amelyek embereket adhatnának nekünk arra, hogy bevonjuk őket az iskolánkba. Hogyan kezdünk neki ezután? Hát az alapvető dolog, ami mindenkinél nyilvánvaló, hogy az informatika órákon akkor a tananyag a programozás lesz, illetve az informatika szakkörökön is a programozás lesz a főszerep, vagy játék, vagy pedig valamilyen animáció, esetleg videoklip készülhet. A nyílt óra is kézenfekvő, délelőtt bejöhetnek látogatni mások, hogy hogyan programoznak, illetve kiegészíteném azzal, hogy délutáni foglalkozásokra, valamint külön rendkívüli foglalkozásokra
bevonjuk a szülőket. Bejönnek a szülők, és a gyerekekkel együtt, a gyerekeikkel együtt, azok a körbevéve, vagy körbevéve leülnek a gép elé, és egy-egy programozó feladatot oldanak meg együtt. Ebből is többet szoktunk szervezni. Megnézzük azt is, hogy kinek az ismerettségében, akár osztályfőnökök ismerettségében, vannak olyan szülők, akik valamiféle motivációs beszélgetésre bevonhatók az informatika témaköréből. Vannak-e esetleg programozók, webszerkesztők, vagy látott-e már olyat valaki? Őket is meghívjuk. Motivációs beszélgetést lehet így kialakítani órán. Vagy pedig olyan is volt, hogy megkértünk valakiket, hogy tartsák ők az informatika órát, például akkor nem programoztunk, hanem bejött egy webszerkesztő, mesélt a munkájáról, és néhány egyszerű háttérmel kódot oldottak meg vele a gyerekek. Külső programok pedig, nagyon sok van már fönt a honlapon is, de ez is ismerettségi körből, vagy interneten korábban olvasott oldalakról történik, akár gyárlátogatás, és most például van fönt pont ezen a honlapon az EPAN, most meg lehet nézni, vagy folyamatosan bővül, érdemes akkor ezeket figyelemmel kísérni folyamatosan. És ezeket a lehetőségeket is összegyűjteni már az elején. Vagy még akár most is nem késő, most is vannak újabbak és újabbak. Azon kívül, hogy ezeket a lehetőségeket megragadjuk, még amit sok embert megmozgat, a vetélkedők, az akadálypályák, illetve játszóház szervezése. A vetélkedőkhöz nem szükséges tanúra, lehet délután is, ugyanez az akadálypályára is igaz, illetve mi szerveztünk tavaly egy délután egy nagy játszóházat, kicsiknek és nagyoknak, és szülőknek is. Ezzel egy időben pedig volt egy vendégelőadó, tehát tulajdonképpen nagyon sok szülőt tudtunk így bevonzani az iskolába, nagyon sok résztvevőt. A kollégák bevonása, ez már a sarkalatos kérdés, gondolom, hogy ti is így vagytok ezzel, majd mindjárt rátérek, hogy ez miért nehéz, illetve miért könnyű mégis. Mert hogy a kódolás alapján sokan azt gondolják, hogy majd az informatika talál dolga, úgyis majd programoz, és akkor így tulajdonképpen vége is a kódhétnek. Igen ám, de erre szerintem működőképes lehet az, hogy összehívjuk a tantestületet, és egy kisebb értekezleten röviden tájékoztatjuk őket ennek a lényegéről. Ahogy Attila említette egy előadásában, hogy az informatika tanár az katalizátor, én is így vallom, nekünk kell bevonni azokat a kollégákat a kódhétre is, akik nem is informatika tanárok, de még lehet, hogy programozni sem tudnak, vagy nem is hallottak erről. Nekik érdemes megmutatni például azt, hogy egy-egy programnyelv mire képes, illetve miket lehet, mik azok a feladatok, amelyeket végre lehet velük hajtatni, akár az alsós tanítóknak is, hiszen az irányok, a téri tájékozódás ott is szerepet kaphat. Mindenféle gyakorlati segítséget szükséges nekik megadni, még akár úgy is, hogy volt olyan, hogy az értekezet arról szólt, hogy bemutattunk egy-egy kész test programot, ami konkrétan valamilyen tananyaghoz kapcsolható. Innentől kezdve már a kollégák sem fognak idegenkedni, ettől a szótól sem, hogy kódolás. Tantárgyakat pedig érdemes összekapcsolni az informatikát bármivel, mini projekteket lehet létrehozni, vagyis nem egy-egy tanórában gondolkodunk, hanem akár hármas kapcsolódásban is, olvasunk egy olvasmányt, rajzolunk hozzá valamit, ez már történhet akár az informatika teremben, vagy ehhez még kapcsolhatóan létrehozunk mondjuk egy olvasmányvázlatot. Hát a kódolásról beszélünk, akkor van egy kezdőállapot, meg van egy végállapot, és a kettő között vannak különböző lépések, amiket végre kell hajtani. Azzal lehet, hogy van ismétlés, vagy választás, vagy döntés, de mindenképpen probléma megoldó gondolkodás történik. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor már nem is olyan bonyolult a kollégákkal elhitetni azt, hogy erre mindenki képes, hiszen
a való életben és a tanórákon is folyik tulajdonképpen a kódolás, akár az árpárák sorba rendezésével, már a fogalmazásnál, a vázírásnál, illetve annak alapján egy történet megírásával, a folyamatábrákkal is lehet nagyon sokféle játékot játszani, nem csak informatika órán. Például van egy olyan folyamatábra, hogy vegyél ki a dobozból egy gombot. Ha kék, akkor tedd a zsebedbe. Ha piros, akkor menj oda a bulcsikához, és tehát ilyen egyszerű dolgokra is lehet használni a folyamatábrát, nem kell mindjárt rögtön a legbonyolultabb programban gondolkodni. A kézjelekhez ábrákhoz tartozó utasítások, tehát az éneket tanító kollégák is tudják azt, hogy ez is egy kódolás, hiszen kézmozdulatokból valamit létrehozok. Az ábrákból majd még lesz szó, ábrákhoz kapcsolódó építkezésről is majd még fogok beszélni. És a barkóbát is be lehet vonni, ha kód, akkor lehet az igen helyett egy egyest használni, nulla helyett egy nemet, és már is lehet akár írásban is játszani ilyen dolgokat, akár közösen. Valamint a titkos írások is ide tartoznak. Hozzá létre, illetve old meg, fejtsd meg. Miért vannak itt ezek az építőjátékok? Azért, mert az első három például a játszóházunkban is szerepet kapott, kaptak egy leírást a gyerekek, és az alapján kellett valamit építeni, létrehozni. Ez technika tananyag is egyébként. Vagy vegyük a gyöngyfűzést, de a kötéshorgolást is ide mondhatnám, amit szintén egy kódolt algoritmus alapján létrehozott tárgy, aminek vannak nyelvei, és azt meg kell tanulni, ismétlődéseket is alkalmazunk. A logikai készletet is be lehet vonni a játékba, szintén lehet belőle építkezni, de lehet egy kódtáblát is alkalmazni ezzel kapcsolatosan, például jelentse azt a sárga háromszög, hogy ülj le, vagy adjunk neki egy számot, egy matematikai műveletet, és akkor már nagyon sokfélét lehet létrehozni. Az origami szintén ide tartozik, ott van a leírás, ott van a kód, a sorrend, A-ból B-be jussál el, ezeket a lépéseket meghatározott sorrendbe hajtsd végre. Ez is lehet például játszóházi feladat. Játszóház vetőkedő akadálypályában mi tavaly csináltunk egy olyan átkelős játékot, jelmezekkel együtt, biztosan ismeritek a kecske, káposzta és a farkas esetét, el kellett nekik játszani, ott volt egy képzeletbeli folyó, ott voltak a jelmezek, ki lettek osztva a szerepek, és el kellett őket játszani. Nagyon sok átkerős játék van még az interneten, ehhez érdemes akár eszközöket gyártani előre, vagy valamiféle dramatizálást kitalálni, nagyon élvezik a gyerekek, és sokadjára is szívesen beállnak és eljátszák. Logikai feladványok és fejtörők is vannak, amivel színesíthető, akár bármelyik tanóra, akár pedig egy akadály is lehet ezen a bizonyos vetélkedőn. Rendezések közül például a buborék rendezést játszottuk el a játszóházban, mindenki kapott egy számot, és akkor a buborék rendezés alapján annak meghatározó kellett sorba rendezni magukat a lépcsőn. Meg kellett beszélni, hogy hogyan csinálják, ki, mikor léphet, merre, és voltak segítők, akik ezt ellenőrizték. A geolokációs játékokat azt a tantermen kívül is használtuk, illetve volt kirándulásunk, amikor lényegében erre épült az egész. Voltak mobiltelefonok, turistajelzések, ládákat kellett gyűjteni, manzikat keresni, QR kódokat keresni. Ez el is hangzott az elején, hogy ilyet is lehet. Akár most ez a kincskereső játék, ha jól jegyeztem meg a nevét, pont erre való. Egy kicsit egyszerűbbet is lehet ezzel létrehozni. Ezen a weboldalon a free text ablakba bármiféle kérdést, feladatot, feladványt begépelünk, létrehozzuk a QR kód generátor ezt a bizonyos kódot, kinyomtatjuk és elhelyezzük az iskola bizonyos pontjain, bizonyos termekben, akár vagy egy termen belül,
És a feladat az, hogy ezen végig menjél, és bizonyos akadályokat teljesíts, bizonyos feladatokat megold. Nagyon-nagyon sokféle lehetőség van. Például tervezünk most egy kiállítást, amiben hasonló feldolgozás alapján lenne az, hogy a gyerekek ne csak végig szaladjanak a kiállításon, hanem értő szemmel nézzék azt, és próbáljanak a kérdésekre válaszolni. Most nézzük akkor a programozás részét. A Scratch, mint ahogy mondtam, nálunk legalábbis szolgálhatja a tananyagoknak az elsajátítását. Ez akár úgy is, hogy magyar órán elolvasott olvasmányhoz kis animációt készítünk, megkeressük azokat a szereplőket, és nagyon egyszerű pár sort írnak hozzá a gyerekek. Olyan programokat mutatunk a kollégáknak, amit a gyerekek könnyűszerrel meg tudnak írni, ismerik azokat a pársoros utasításokat, hiszen nem az a lényeg most, hogy akár a magyar tanító vagy más kolléga programozást tanítson a gyerekeknek, hanem az, hogy mind eszközt használja a tananyag feldolgozásához. Akár nyelvtanuláshoz, vagy énekórán valamilyen videoklipet is készíthetnek hozzá táncos figurával. Tavaly például nálunk működött az, hogy biológia órán egy kis mini projekt keretében feldolgozták például a paprikát, megvizsgálták, készítettek hozzá paintben rajzot, majd egy nagyon egyszerű programot írtak hozzá, szintén nem programozó, nem informatikus a biológiai tanár. Ennyi volt a parancs, hogy ugorj oda és csúsz ide, hogyha rákattintok a szókártyára. Ezzel a paprika részével tulajdonképpen nincsen vége a dolgoknak, mert így bármilyen növény, állat részekhez lehet magyarázó ábrákat készíteni, a gyerekek így elsajátíthatják a tananyagot, megtanulhatják. Mi volt még nálunk? Földrajz órán csak rajzoltatni kellett tulajdonképpen a gyerekeket, ez is egy mini projekt volt nálunk. Beszéltek sokat a vulkán működéséről, videót is néztek róla, megtanulták a részeit, és az animáció pedig arra szolgált, hogy a sorrendet azt tulajdonképpen megtanulják. Volt, aki füstölből vulkánt készített, volt, aki a lávát juttatta a felszínre, és a parancs pedig nagyon egyszerű, jelenj meg, váltakozzon itt a jelmezek, és a következő jelmez előtt pedig után legyen egy kis várakozás. Tehát ehhez sem szükséges semmit tudnia tulajdonképpen programozás szinten a földrajz szakos kollégának. Elég, ha a lehetőségét megmutatjuk neki, a gyerekek ennyi alapot már fognak tudni, és meg fogják tudni egyedül oldani. Történelem órán is kihasználtuk tavaly, egy történetet meséltettünk el velem. Itt az volt a feladat, hogy először is gyűjteni kellett mindenféle adatot az internetről, most az arannyal kapcsolatosan, van, akinek az aranyáltal kapcsolatosan. Ez is több órát vett igénybe, mire egy vázlat született, megkeresték a legjobb képeket, és kitalálták azt, hogy milyen szöveget lehetne hozzájuk elmesélni. A háttérnek a feladata tulajdonképpen csak annyi, hogy váltakozzon bizonyos idő múlva, a szereplőnek pedig azon kívül, hogy a jelmeze váltakozott, mondania kellett olyan dolgokat, amelyek helytálló állítások az aranylázzal kapcsolatosan. Erre is lehet nagyon sokféle tananyagokhoz lehetett használni, nagyon sokféle órához, és minimális programozó tudást igényel, a gyerekeket fogják tudni, a szakos kollégának a parancsokat ismernie nem szükséges. Neki elég, hogyha szakmailag ellenőrzünk. Amikor idáig eljutottunk, és már második körben vagyunk, akkor föl szoktuk azt mérni, Szilágyi Csilla kolléganőmmel, hogy kik azok a
kollégák, akik belevágnának ebbe, és úgy gondolják, hogy nekik ez megy. Tehát itt már nem is annyira a kódolás, hanem a logikai gondolkodásról beszélünk, ami már nem is olyan ijesztő, mint a kódolásról. Inkább beszéljünk probléma megoldó gondolkodásról, olyan dolgokra, amit nap mint nap használunk, és tulajdonképpen segít minket feladatok megoldásában. Megnézzük tehát, hogy kik azok, akik ebben részt vesznek. Megnézzük konkrétan azt, hogy hogy van az órarend. Szükséges-e cserélni valakivel? Itt most zárójelben megjegyezném, hogyha hívunk egy előadót az iskolába, és olyan szerencsénk van, hogy ráér több órán keresztül, akkor úgy tervezzük az életünket, hogy folyamatosan tudjon mondjuk több korosztályhoz is menni, vagy egyszerre akár az órát összevonni, és mondjuk két év folyamon ülünk bent egy könyvtárban, és hallgatjuk. Ehhez persze szükséges az, hogy rugalmasak legyenek a vezetők, és segítsenek minket ebben, hogy mi ezt gördülékenyen meg tudjuk csinálni. Tehát szükség lesz mindenképpen egy olyan órarendre, ami jelölve van az is, hogy az informatika teremben, vagy éppen hol zajlik majd a kódolás esemény. Szükség van arra, hogy mindenféle mobiltelefon, tabletet elővarázsoljunk, és persze időben meghívókat gyártsunk és szórólapozzunk, és a szülőket is tájékoztassuk arról, hogy miféle lehetőségek vannak. És a másik, a legfontosabb, mivel dokumentálni kell a kódheket, ezért mi gyerekeket szoktunk arra bevonni, hogy fotózzanak az órán. Az óra elején, közepén, végén egy-egy fotó elkészül, hogy legyen anyagunk hozzá. Ez is egy beosztást igényel és egy szervezést. És ezek a segítők, akik a gyerekek, ők a játszóháztól kezdve, akár a QR kód létrehozásáig is nagyon sok mindenre rávehetőek, és nagyon szívesen részt is vesznek benne, és segítenek. Tehát nem is vagyunk mi már egyedül informatika tanárok az iskolában, hanem vannak már lelkes kollégák, vannak már olyan nagyobb diákok, akik ebben szívesen részt vesznek. És az a legjobb, hogyha mindez a tanáriban egy jól látható falra ki is tesszük, valamint tartunk egy előadást, egy megbeszélést még a kódhív elején, mondjuk már rögtön a bétkezdés elején, hogy lesz egy kódhív, és mi lesz az, és mit szeretnénk. Majd a kódhív előtt tartunk egy másikat, hogy akkor már itt van a nyakunkon, és ezeket a lehetőségeket szeretnénk megragadni. Ilyenkor jönnek a jó ötletek, mert kiderül, hogy mindenkinek van valami jó ismerőse, vagy egy régi szerkezete, amit be lehetne hozni, be lehetne vonni. És ha mindez megvan, akkor konkrétan már az órarendet is kirakni, hogy melyik teremben ki, mikor, hol, és a gyerekek is ezt fogják tudni, ki, mikor, hol fotóz és dokumentál. Szerintem ez a legnagyobb munka egyébként. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és mindenkinek nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és azt kívánom, hogy legyen olyan tantestülete, ahol azt érzi, hogy minél több ember nagyon szívesen dolgozik vele együtt a kódhívban. Köszönöm. Ha van esetleg kérdés, akkor azt várom, vagy pedig az e-mail címemre is, ha gondoljátok. Köszönöm. Ha nincsen kérdés, akkor köszönöm szépen, és átadom a szót. Sziasztok! Köszönjük szépen, nagyon inspiráló volt, sok ötletet adott, és most következik Éva. Adom át neki a lehetőséget. Üdvözlök én is mindenkit, és egy fájt én is elindítok ebben a pillanatban. Kérdezem, hogy lehet-e hallani engem? Egy,
kezecskét. Igen, és akkor kérdezem, hogy megnyíltam-e prezentációilag. Igen. A témám sokban fedi egyébként azt, amit Judit már elmondott, és egészen szorosan kapcsolódott volna a Lakos Erika előadásához, így ott annál a részen majd igyekszem egy kicsit bővebben kifejteni. A téma a játékok és a játékos programozás. Voltaképpen a programozásról mindig az jut az emberek eszébe, hogy ülünk a gép előtt, és a Hello World-től indulva különböző programokat írunk, holott nem erről lesz szó, különösen nem a Code Weekend. Itt, ahogy Judit is elmondta, a gondolkodásunkra a probléma megoldásra és a kreativitásra kell, hogy helyezzük majd a hangsúlyt. És hát tettem egy felkiáltójelet a 21. század után, hiszen az együttműködés, az a típusú alkotás, produktivitás, ami tényleg a valós problémákat célozza. Ez kellene, hogy előtérbe kerüljön. És ott a Hello World alatt én elhelyeztem egy ilyen kis eszköztárat, amit én gyakorta viszek be az óráimra. Hozzá kell tegyem, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy első osztálytól választható tantárként tanítom az informatikát, így már rögtön a 6 évesekkel, visszakésikkel is találkozom. Tehát az, hogy mikor és hogyan kezdjük el, ez erre a válaszom az, hogy korán is elkezdhetjük, és nem csak informatika órán, úgy, ahogy Judit is mondotta. És hát, hogy jelközök állnak rendelkezésünkre arra, hogy amplatúrmatassunk, én a Bakai Balázs blogjáról egy halomkéléket szeretem, különböző olyan eszközökről, ott van a Lego robot is ugyan, de a kereskedelmi verzió, ami megy magától, hogyha tehát ahhoz még nem kell tudni a gyereknek programozni, csak játszani vele. De nekünk ennél sokkal prózaibb és egyszerűbb eszközünk van, ugyanis el kellene kezdenünk, ugye 6-tól mondom most a legpicibbekkel. Most akkor ez tanulás vagy játék? Én mindenképpen azt mondom, hogy a játékkal induljunk el, és kell, hogy legyen. Tehát az irányított formuló kreativitás kérdéskéhez kell, hogy legyenek irányított feladatok, de úgy kapja a gyerek azt a feladatot, vagy azt a kócsot, hogy közben tudja változtatni, tudja a saját kreativitását belevinni, és tehát látható, hogy bármit is állítottam egymással szembe, vagy egymás mellé, én úgy gondolom, hogy ez mind egyszerre kell, hogy megvalósuljon. Tehát egy játékos tanulás, egy irányított forma, ami teret ad a kreativitásnak, együtt is, és egyedül is játszható, és eszközökkel is, illetve anélkül is. Na most az anélkül, vagy az eszközökkel, unplugged játékokat először a szabad térre tettem, és rögtön a második ponttal kezdeném. Tehát ezek a vidám és kreatív pillanatok, amikor ugye a gyerek sokszor hallja, hogy ne ülj annyit a gép előtt, ne játsz mindig a géppel, és ez inspirált engem arra, hogy a klasszikus dühös madaras játékot én kivigyem szabadba egy gyereknapon. Azóta nagyon nagy lelkesedéssel játszuk, és ugyanígy ki lehet vinni más típusú logikai játékokat is a szabadba, például az amőbát, amihez tényleg a tornaszertát kell meglátogatni, és pontosan ezért mondom azt, hogy nem csak az informatika tanár, hanem jelen esetben akár az alsós tanítók, akár a testnevelők is bekapcsolódnak a Code Weekend is egy-egy ilyen kis feladattal. Az átkeréses játékok, ugye a békavágta,
hasonló megoldásokkal szintén játható. És akkor én ugyancsak említés szintjén tettem a robotjátékokat ide a szabadtéri játékokhoz, és pontosan azért, mert ugye Erika beszélt volna a technős játékokról, egy speciális változatát játszunk olyan sokszor, amikor egy teknőcöt irányítunk, megfelelő parancsokkal, ugye bal-jobb, előre-hátra parancsokkal, meghatározott küldetésre. Ez lehet a küldetés az, hogy érje el a célt, mondjuk egy útvonalat kövessen egy másik esetben, ahol összeszedegeti az ételét, vagy kerülgessenek is kertben virágokat, ezzel már ugye több gyereket vonunk be ebbe a játékba. Ugyanakkor lehet, ha sokan vannak egy csapatban ezt játszani, akár verseny formájában is, ugyanolyan pályára beállítjuk a két csapatot, és az nyer, aki az egyszerűbb, rövidebb utat találja meg, vagy a kevesebb lépést. Tehát ezekről variálhatók, de erről ugye én most részletesebben nem beszélek. Nézzük meg, hogy milyen játékokat tudunk játszani mondjuk a tantermen belül, amihez még mindig nincs, és nem kell számítógép. Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére hát én is alkalmaztam a folyamatábrával való játékot, erről később egy kicsit bővebben is beszélek. Ugyanúgy a klasszikus technős logón alapulva a különböző iránykártyák, és mindenkinek nagyon ajánlom egyébként, különösen tanítóknak, a tavalyi Code Week olasz csapata készítette ezt a képen is látható Codi Robi kártyát, ami egy előre és a két irányba balra-jobbra kártyákból áll, gyakorlatilag egy nyomtatható társasjáték, kis figurákkal, nagyon jó kis feladatokat lehet adni, és a gyerekek csoportban szívesen játszanak vele, maga a kártya pedig felhasználható bármikor, bármilyen egyéb feladathoz is. Megemlítettem még a Bebotot, később erről a robotnéhecskéről is fogok beszélni, szintén hasonló elven működik. Kockajátékokkal is programozhatóak ezek az algoritmusok. Itt arra gondolok, hogy a kockáknak az oldalára teszem fel ezeket a nyilakat, illetve a parancsokat, amely vágy, maradj, stb. És akkor úgy állítunk abból össze egy-egy sort, de klasszikus kocka játék, és akkor elszakadunk az informatikából, a szókirakó is például ennek bármelyik válfaja. És akkor megint egy kicsit tovább megyünk a magyar és a egyéb tudományokhoz, egy Barkóba. Itt amit infóból nagyon szeretek, a Barkóba egyesekkel és nullákkal, ahol az egyes az ugye az igen, a nulla nem, és egy nagyon jó kis néma irányítással játszott kis Barkóbát kapunk. A Unplugged játékoknak nem csak az algoritmikus gondolkodás fejlesztése, illetve hát itt a logikai feltérőket és a játékokat is megemlíthetném a feladata, hanem ugyanúgy, ahogy a 21. századi készségeknél, képességeknél ezt már kiemeltem, az együttműködésre és a csoportmunkára is nevelhetünk. Nekem egy nagy kedvenc játékom a pohártorony játék, ami nem csak abból áll, hogy építünk egy 4-3-2-1-es tornyot a bármilyen műanyag pohárból, hanem ezt úgy tesszük együtt, hogy akár a gyerekek egy-egy új hegyel nyúlhatnak hozzá, mondjuk 3-4-en játszva ez elég nehezített feladat, illetve egy postás gumi és néhány ilyen papírklip segítségével bizonyíthatjuk a széthúzásnak a káros voltát, tehát nagy összpontosításra és egymásra figyelésre tudjuk a gyereket nevelni. A papírpoharakkal, műanyag poharaink, a robotkart is programozhatunk, és informatika tanárok nyilván ismerik a logóversenyeknek a feladatait, ahol ugye a
már előbb említett nyilacskákat balra jobbra nyilakat használjuk. A robotkar programozásánál szintén a poharakkal építek egy két szintes elrendezést, lefelé, felfelé fordított poharakkal, és leírom magát az algoritmust, hogy hogyan programoznám azt le, hogy hogyan adjam vissza azt az alakzatot. Utána ellenőrizzük, és ha nem jól csináltuk, az rögtön látszik nyilván, hogy a poharak esnek egymásról, vagy nem a megfelelő fordulatban. Ugyanakkor ezzel a papírműanyag poharakkal és játva egy érzékeny mintést is tudunk csinálni. Például az építsünk robotot, játékot, ahol fellelhető újrahasznosítva próbálják a gyerekek a kis robotjukat megépíteni. Ezt is lehet csapatmunkában megemlítve sok-sok olyan dolgot, ami ilyenkor előrevetítő, akár a robotok és a világ kapcsolatát, tehát mióta alakultak ki. Én úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozhat egy kódvíkhez, akár egyfajta jövőkép kialakítása szükségünk van rájuk, hol van rá szükség, és akkor ez érinthet természetesen, mert már van tárgyakat is. A logikai fejtörőket már ugye is említette, én még jelentek a típusú játékokat, amit szintén a irányjátékokkal össze. Ez is egy nagy kedvenc a be, ki, jobbra, a körülbelül játékunkat játszunk, tehát a nehezítésben tegye azt, amit mondok, tegye az ellenkezőjét annak, amit mondok, illetve mondja, amit mondok, és tegye, amit mondok, vagy mondja, amit mondok, de tegye az ellenkezőjét, és ezt mi lehet fokozni. Ezek jó hangulatú osztályfőnöki óráknak is lehetnek kis játékai. És akkor ismét csak visszaérkeztünk az irányjátékokhoz és a technőcöz. Ennek a modern formáiról, a Bebotról később beszélek, illetve van a Lightbot nevezetű mobil applikáció is, tehát most még mindig nem kapcsolom be a számítógépet, a gyerekek viszont szívesen játszanak az ő telefon. A Lightbot egy olyan, amelyik ugyanezekkel a nyilakkal és mozgásokkal irányítható, és kapcsolja a kis lámpáit a küldetései végén, tehát azonnali visszajelzést ad a gyereknek arról, hogy ő most ügyes vagy ügyes. És akkor beszélnénk nagyon röviden a mi általunk megvalósított egyik programról is, a tavalyi Code Weekend, én az informatika órákon, az Ahány óra annyi program című projekttel pályáztam, ami az annyiból állt, hogy minden informatika óra minden korosztállyal programozási feladatokat oldottunk meg. Az első folyamosokkal sorbarendezéseket, erről már Judit is beszélt, egy kicsit később részletezem, és a második év folyammal technőcjátékokat versenyformában, illetve a negyedik osztályjal oldottunk meg Unplugged feladatot, még ez volt a folyamatábra. A többi évfolyammal már gépes feladattal dolgoztunk, a harmadikosok voltak a legidősebb választható tárgyasok, tehát ott egy nagyon jó rendezvényünk a kódolás órája szülőknek, itt játszották kódozni a szülőket, de egy feltétel volt, nem voltak a géphez, hanem el kellett mondaniuk a módját, hogy hogyan tudják akkor a kedves szülőket beprogramozni, nagy siker volt. És a 5-től 8-ig tanuló pedig nem az előzetes ismereteik alapján különböző logó, Lightbot, illetve Scratch feladatokat oldottunk meg, illetve volt még Lego robot rendezvényünk is, egy kis közös programozás egy fiatal programozóval. Szintén nagyon jó ötlet egy fiatalembert, akár egyetemistát is hívni, a gyerekek nagyon szívesen tanulnak tőlük, és örömmel veszik az utasításukat. És akkor nézzük a programokat, a gyermekek a
legnagyobb videómegosztón található tánccsoport, amit Judit is emlegett, rendezéseket oldottunk meg. Nyilván összehasonlították a számokat, sorba rendezték. Ugyanezt meg lehet csinálni, akár adott formákkal, azokkal, amikor kiszállt, és akkor be kell állniuk az adott minta alapján. Az ábráknál, történeteknél egy nagyon fontos megérzés van. Nem biztos, hogy mindig azt a történetet, amit előzetesen szeretnénk, tehát érdemes vagy átgondolt és nagyon ábrákat rajzolni, mert különben előfordulhat az egy sorba rendezésnél, hogy a gyerek rápillant és azt mondja, hogy rendben van a történet, bár az ő története szerint elütötte a mentő a gyermeket, ami akár is lehet. A megadott szempontok szerinti sorok kialakítása szintén nagy kedvenc. Itt a gyerekeknek az egyéb motivációit is le tudjuk mérni, különösen új csoportoknál használom szívesen. Például a születési dátum szerint rendezik sorba magukat. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy az egyik palat január 1-ének, a másik a december 31-nek nevezem, és annyi a feladatuk, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, vagy nagyobb osztályoknál idősebbek miatt akár megadott egy-két perc alatt találják meg a helyüket. Nagyon sok mindent elárul a gyerekekről az, hogy hogyan a irányító, elfogadó, és így tovább láthatunk. Itt aztán a kisebbekkel lehet tavasz-nyár ősztéről, egyebekről beszélni. Nem részletezni tovább, a folyamat ábra élőben szintén egy olyan játék volt, amit egy klasszikus feladat alapján a saját örömön megtapasztalva ajánlok mindenkit. A folyamat ábrák tanításakor én szívesen használtam a klasszikus cseresznye, ilyen vagyok egy cseresznyét feladatot, általában hiába színes kivetítő és a jó kis magyarázat. Következő órán azért annyira nem jött vissza ez a dolog, ezért kitaláltam ennek a laminált folyosón csúszkálós változatát, és azt kell lássuk, vagy azt kell mondjam, hogy nagyobb eredményt értem el vele, mint reméltem. Tehát például ez is lehet egy mókás játék, egy folyamatábra összeállítása. És akkor beszéltem már a kis robotméhecskéről, ami szintén nem igényel gépet. Itt viszont már az irányítás egy olyan formáját tartjuk meg, hogy hosszabb kódokat tudnak a gyerekek leprogramozni, vagy sokan felismerik a középső képen a előző évi logóversenynek az egyik állatkertes feladatát, egy kicsit papírzsebkendősítve, de nagyon cuki állatos képekkel, és tehát lehet egy rácsomboló közlekedés, lehet egy adott vonalnak a követése, amit a másik ábrán látunk, lehetnek a technős játékokból is, mert etesd meg a kis állatkát is érjen el az adott célig. Tehát itt is sok-sok típust tudok elképzelni, sokkal nagyobb a lehetősége a csapatmunkának, egyik gyerek az útvonalat megtervezi, a másik mondjuk kirakja a kódkártyákból, akár a Kodirobiból, akár a Bibotnak van saját előre-hátra, jobbra-balra kártyája, és akkor utána a következő gyerek beprogramozza, itt megint az összhatást lehet majd értékelni, illetve hasonló feladatokat úgy gondolom, hogy ezek után bárki ki tud találni. Nyilván magyar órákhoz és egyéb történelemhez akár tudom ajánlani a kódfejtést, titkosítást, titkosírást, ami szintén kapcsolódik a kódoláshoz, bármilyen kép, szám, vagy egy jelrendszernek morzejel, zászlójelek, esetleg saját megbeszélt kódok alapján lehet titkosítani üzeneteket.
Valamint ez nálunk szintén részt vett a tavalyi Kódviken, egy nagyobb verseny formájában osztályok közötti verseny volt, így nagyobb tömegeket is meg tudunk mozgatni. És hát a Kódvik az egy remek alkalom lesz arra, hogy ezeket vagy hasonlóan jó ötleteket ki tudjunk próbálni. Én is várom a kérdéseket akkor ezzel kapcsolatban. És körülbelül ennyit szerettem volna ma mondani. Ha nincs, mert úgy látom, nincs kérdés, akkor én visszaadom Attilát. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam. Köszönjük szépen mind a két előadást, nagyon klassz volt. És szeretném mondani, hogy a Kódvik magyar oldalán, tehát az ivs.hu/Kódvik oldalon ehhez hasonló anyagok megtalálhatók, tehát a használj oktatóanyagokat résznél van egy komoly gyűjtemény, illetve a Tarts foglalkozást oldalon is, ott vannak többek között Juditnak is már elkészült ilyen óravázlatai, de vannak ott másoktól is, tehát feltétlenül ajánlom, hogy látogassátok meg ezt az oldalt, mert itt a tavalyi jó gyakorlatok mind megvannak, úgyhogy mindenkinek ajánljuk, és hát nagyon jó kódvíkezést kívánunk, és kövessétek továbbra is a Facebookon a Digitális Témahét Tanári Fórumban az eseményeket, és a linkeket, meg a híreket, mert még ezen a héten nagyon sok minden fog történni, hiszen más országokban is most beindulnak ezek az események.